Az elmúlt év októberének végén toborzással egybekötött ingyenes korcsolyoktatással kezdték a jeges szezont a Szabolcsi Jégsport Egyesületnél. Novembertől 5 hónapon keresztül heti 2 alkalommal tartottak korisülit, ahonnan közel 40 gyerek került az igazolt jégkorongozók közé. Az utánpótlásra szükség is van, mivel a cél az, hogy évről évre több korosztályban tudjanak csapatot indítani az országos bajnokságban. A Szabolcsi Jégsport Egyesület az idén 5 csapatot tudott indítani, az U8 és az U10-ben ez általában a frissen leigazolt gyerekeket, a 10-re pedig már a szárnyait bontogató kisolymokat versenyeztetjük. Tornarendszerbe elsősorban a környező településeken, tehát Debrecen, Miskolc, Sátoraljóhely és Kazincbarcikán vannak tornák nekik. Elsősorban itt a gyerekek versenyeztetésen kívül az a fő cél, hogy a gyerek jól érezze magát, megtanulja a jégkorong alapjait. Az U12-ben már második éve tudunk nagypályán indítani csapatot, amit sikerként könyvelünk el. Nehézkesen indultunk ugye a Covid és a járványhelyzet miatt, de tisztességesen helytáltunk, minden meccsre el tudtunk menni. Az U14-ben 3x3-as bajnokság keretében tudtunk indulni, sajnos a kevés létszám miatt úgy is, hogy az U12 feljátszókkal tudtuk kiegészíteni a csapatot. Az U14-es együttes a 3x3-as bajnokságban a keleti csoportban a 3. helyen végzett, országos összesítésben pedig 9-én zártak a szabolcsi sólymok. Ennél is jobb eredményt értek el a 2 évvel idősebbek. Az U16-os bajnokságban ugyanúgy a 3x3-ba tudtunk indulni, ott a Covid és a tavalyról tanulva a betegségek miatt már 3 debreceni játékost is igazoltunk, 2-ös versenyengedéllyel, így tudtuk a szezont végigvinni, jól szerepeltek a fiúk, a keleti csoport ugyanúgy 3. helyén végeztek, ami országosan azt jelenti, hogy az 5-8 helyért játszhattak, amit a múlt héten a Óbudán le is játszottak, 2 nyert meccsel az országos 5. helyet érte el, úgyhogy nagy gratuláció a csapatnak, és természetesen minden szülőnek, aki hozta a gyermeket. A játékosok 2 hét pihenőt kaptak, a jövő hét elején azonban a gyerekeknek és a szülőknek már indul a görkorjoktatás. Ezzel együtt elkezdődnek a száraz edzések koordinációs és kondicionáló feladatokkal. Heti 1 alkalommal pedig görhoki edzést is tartanak majd, mivel 1 év múlva a szabolcsi sólymok el akarnak indulni a jeges szezon után kezdődő görhoki bajnokságban is.